Ha vasárnap és 10 óra elmúlt, akkor természetesen Gábor Espá. A doktor úrral arról szeretnék beszélgetni, ami tulajdonképpen engem is borzasztó keményen megérintett. Most nemrége voltam, éppen tegnap jöttem, az egy szállodában voltam jelzolóban, a 10. emeleten egyszerűen nem merek kimenni az erkére, de annyira nem merek kimenni, hogy meg kellett fogockodnom, hogy ki ne ugorjak, és egyszer voltam egy tengeri úton, egy ilyen tengerjáró hatalmas nagy hajón, ahol le kellett vessem magam a fedélzetre, hogy ne ugorjak be a tengerbe. Ez milyen betegség? Ez a kényszer gondolatnak egy speciális változata. Ez majdnem minden embernek jelentkezik ilyen szituációba. Ez az úgynevezett legalizált kényszer formája, de a kényszerbetegségnek betegség változatában lenni sokkal súlyosabb megnyilvánulásai vannak. Valaki ki is ugrik, nem? Talán nem okvetlenül. Ez egy olyan kényszer gondolat, amit nehéz visszaverni. Többnyire azért az emberek messze visszaverik, ha csak nem öngyilkossági megfontolásból történik. De szinte húzza a mélység, ettől önmagában szenved. De ennél sokkal erőteljesebb olyan kényszer gondolatok vannak, amely a betegeknek az életét rendkívül mértékben megnehezíti. Például a tisztálkodási kényszerbetegnél majdhogy nem foglalkozásává válik. 1987-ben az Amerikai Egyesült Államokban volt egy televíziós műsor, amikor is kiderült a kényszerbetegségről szóló műsor után, hogy sokkal nagyobb a betegeknek a száma, mint gondolták. 4-500 ezer betegre számítottak, de a levelek alapján 5-6 milliót tételeznek fel. Mi is most Magyarországon ezügyben igyekszünk sokat lépni, sokat tenni, mert egy új a biológiai szemlélet alapján lehetővé vált a betegségnek néhány hónap alatt olyan fokú mérséklése, amit azelőtt el sem tudtunk képzelni, gyakran skizofréniának minősítették. És a másik rendkívül fontosságú, hogy a betegek jelentős része teljes mértékben meg tud gyógyulni gyógyszer mellett. Én most azt gondolom, hogy annyira fontos lenne ez, doktor úr, úgyhogy a mi műsorunknak tényleg egy ilyen szamaritánius szerepe is van, hogy most annyi nehéz probléma előtt vagyunk, annyira sok fölkavarodott az iszap, és annyi sok minden olyan zavar, nem látunk pontosan tisztán. Ebben biztos, hogy tudna segíteni nekünk, tanácsokat adni, hogy hogyan viseljük el ezeket az átmeneti nehézségeket. Én azt gondolom, hogy szorongásra semmi ok nincs, hiszen végül is mindazon nehézségek, amikkel számolnunk kell, hogyha tudjuk, hogy ezek sajnos olyan problémát jelentenek, amin túl kell jutni, ez lehetővé teszi, hogy az ember szembenézzen a problémákkal, és akkor biztos, hogy szorongásmentesen le is tudja küzdeni. És mi szembe is fogunk nézni, és várjuk nagy szeretettel a jövőt, és nem félünk semmitől, és reméljük, hogy ez a jövő csodálatos lesz. A doktor urat sajnos nélkülöznünk kell a jövő vasárnap, hisz elmegy Washingtonban, ahol a világ legnagyobb, tehát a pszichológiai felsőház találkozik szupersztárok között, és majd akkor természetesen egy filmbejátszáson fogjuk megemlíteni ugyanezt a kérdést, és tovább vitatkozunk, tovább beszélgetünk erről. Doktor úr, vár téged a zongora, itt van Szakcsi Lakatos Béla, a világsztár, és itt van a csapata, tapsulj meg őket, úgyhogy én elveszem a mikrofont, és szeretném bejönni a zongorához, ahogy szoktuk, pszichológia ide, pszichológia oda, zenéljünk egy kicsit, ami mindenkinek jól lesz. Örömzenét kérünk.
Köszönjük szépen a produkciót!